Sziasztok, sziasztok, szép estét mindenkinek. Tragédia, főleg mikor az ember ismeri is az illetőt, illetve a testvérét, és néhány nappal korábban, 21-én még ott beszélgettünk a sátrak előtt. Nincsenek szavak. Akkor kezdjük. Először két kellemetlen téma. Az első. Nem adom a nevem pénzgyűjtéshez. Ha tetszik, ha nem, én ettől idáig is, és ezentől is el fog határolni. Az gyűjtés van szervezve a rendszerváltók nevébe, az most már nálam kiveri a biztosítékot, mert innentől kezdve az én nevemet mocskoljátok, és nem fogom hagyni. Onnantól kezdve, tehát mától kezdve, ha bárki kimegy a táborba és pénzt kérnek tőle, azonnal szóljon nekem. Én ennyit kérem. Tehát az, hogy az én nevemmel takarózik most már gyakorlatilag a fél világ, azoktól az emberektől el fog határolni. És hogyha ezt így folytatják, a következő évben ki is fogom mondani a neveket. Mindennek a teteje is ezeken fölháborít. A második dolog, az sem vidám, hogyha valaki a rendszerváltók nevében, a Bertalan Attila nevében bejelent egy rendezvényt, és nekem már akkor szól, amikor már be van jelentve, az is elmehet innen. Az is nyugodtan elmehet innen. Tehát az, hogy én akkor vagyok szembesítő, amikor kimegyek a terapi nap után a Majdahunyadvárhoz, és akkor közlik velem, hogy új helyszínre megyünk, hát azt hittem, hogy fasz kapok. Nem lehet hallani? Na akkor így jobb? Hát kérdezzem meg, hogy ez így jobb lesz? Hát, ha így jobb. Lehet, hogy halk, mert ugye autóban vagyok. Mindjárt megnézzük. Halk vagyok, azt mondjátok. Jó, jó. Oké, és akkor legyen így. Hát, vezetek sajnos, úgyhogy mindenkitől elnézést kérek. Na és akkor kezdjük a terapi napot.
nagyon-nagyon nehéz szavakba önteni, ami telep a Népligetben lezajlódott. Nem fogok senkit se hibáztatni, senkit se felelőssé tenni, senkit nem akarok támadni. Én elmondom néhány dologról a privát véleményemet, amit sajnos megéltem. Ennél jobban pedig nem tudok hangosítani. Ha a fene-fenét teszik, akkor sem. Szóval néhány dolgot ott megéltem, és amit megéltem, azt én elmondom nektek. Amikor beléptünk a Népligetbe, ledöbbentett a színpad. Ezt az élőben az első felszólalásra akkor meg is jegyeztem. Színpadom. Nem is szeretem, mert tudjuk, hogy a színpad az vagy politikus, vagy politikai pártok által finanszírozott rendezvény. Erre nem mondom, hogy az volt, az sem, hogy nem az volt. Én nem fogok senki fölött pálcát törni, 650.000 forintba került egy napra az a színpad. Tehát a színpad az, ami engem ledöbbentett. Aztán ugye Rácz Szabó Laci barátom, aki ennek a csoportnak a tagja méghozzá nagyon-nagyon régóta, felszólalása kezdte a sort, és többen láttátok, hogy amikor Laci befejezte, akkor oda mentem hozzá, hogy most a vakcináról fogunk beszélni, vagy a rendszerváltásról. Mert ha a vakcináról fogunk beszélni, akkor mi onnan elmegyünk. És Laci megtisztelt azzal bennünket, mindannyiunkat, mind a 3000 ember, visszament és elmondta, hogy csak is a valós és tényleges rendszerváltás a gyógyír. Akkor úgy kicsit megnyugodtam, hogy na akkor sinem vagyunk, mert Lacit ismerem 10 éve, jó kapcsolatot ápolunk, baráti viszonyban közöttünk, majdnem mindenkit ismerek, aki valamilyen formában a rendszerváltás mellett tette le a voksát, anno, illetve most is. Nem volt egy nagy kérés a részemről, hogy ez legyen megemlítve, de tisztességes embert ismertem meg benne, mert kért szót a színpad. Na és akkor utána jött, aminek nem kellett volna. Jött Gurabi művésznő. És akkor láttam, hogy az emberek le vannak fagyva. És láttam a zavart az arcotokon. Rettentő. Aztán Gurabi művésznő után jöttem én. Az azt hiszem, hogy jó sikerült ez a beszéd, mert feltüzeltem az embereket, értették, hogy miért kell jönni, és innentől kezdődött az, aminek nem szabadott volna megtörténnie. De még mielőtt ebbe belemegyek, tudnatok kell, hogy engem csütörtökön is, pénteken is fölhívott Csabi. Közel egy órát beszéltünk, átbeszéltük a forgatókönyvet, ami az én beszédemig tartott is. Aztán szombaton fölhívott, már zavart volt, a második élője után hívott fel. Már éreztem, hogy ott valami nem stimmel, tehát a hangjából lejött a félelem, reszketett az ember. De nem gondoltam semmi rosszra, mert most miért kell nekem rosszra gondolnom, de láttam, hogy frusztrált, kapkodja a levegőt, nem találja a szavakat. Viszont megegyeztünk több dologba. Ebből sajnos Csabit ismerve tudomásul kell venni, hogy nem tartja a szavát. Számomra Csabi egy hiteltelen ember. Most ne haragudjatok meg, hogy ezt mondom, de meg fogjátok érteni a végén, hogy ezt miért mondom, és ezt a szót jól érezzétek meg.
az első beszéd után ugye föltüzeltelek benneteket, tudtátok, hogy mit akartok. De az első beszédem alatt ugye a Robi, én nem tudom, hogy ő miért vezették ki, állítólag meg akart indulni, el akarta vinni a tömeget, ki akart menni az utcára, és drasztikus eszközökhöz akart folyamodni. Lehet így is felfogni. Én ettől még tegnap elhatárolódtam. És utána elkezdődött az, aminek nem szabadott volna az én beszédem után, hogy mindenki elkezdett altatni, mindenki másról beszéd, nem arról beszéltek, hogy a rendszerváltást azt hogyan bonyolítsuk le. Holott én Csabival megegyeztem, hogy a rendszerváltás a fő téma, és meg kell szólítani benneteket, hogy ti mit szeretnétek. És azt mondtam, hogy én föltüzellek benneteket, és akkor a következő felszólaló az olyan legyen, ami közérthető, és tudtok véleményt mondani. És láttátok, hogy nem az lett. És akkor többen jöttetek oda, én meglepődtem, hogy mennyi rendszerváltó van, mert mi körülbelül 50-en jöttünk át a Vajdahunyad vártó, de én meglepődtem, hogy mennyi rendszerváltó van, és én örültem is neki. Én rettentően örültem is neki, hogy sokan eljöttetek. Most tényleg jó érzés volt mindenkit látni. Hát így látom, hogy mekkora az a tömeg, aki a rendszerváltást támogatja. Nem engem, hanem az eszmény. És miután lejöttem a színpadra, ugye többen odajöttetek, láttatok, hogy a színpadból is tudtam jönni, mert folyamatosan kérdéseket tettek fel az emberek, mert érdekelte őket az, amit én elmondtam. És éreztem, hogy megvan a tömeg, ez a tömeg, ezt itt lehet tartani. És jó volt látni azt, hogy azok az emberek, akik nem ismertek, azok viszont követtek a szemükkel, és kérdéseket mertek föltenni. És tényleg nagyon jó volt. Utána elkezdődött ez az altatás, és elkezdtek szivárogni az emberek. És azt lehetett látni. Elkezdődtek olyan beszédek, aminek nem szabadott volna itt lennie, mert arról volt szó, hogy elzavarjuk a kormányt, elzavarjuk a pártokat és rendszert váltunk, felelősségre vonjuk, és új Magyarországot építünk. Ezzel a négyessel lett meghirdetve ez a rendezvény. Aki azt mondja, hogy nem így van, akkor én vagyok a hülye. Minden egyes rendezvénynél el lett ez mondva, minden egyes élőben el lett mondva, hogy ez a négyes az, ami meghatározza a 28-át. Az emberek erre jöttek ki. Az első 2-3 nap, még a Csabi elemezte is, hogy be van jelentve 3 napra a rendezvény. Tehát elfogadta azt az intelmet, amit a Vajdahunyad váránál, amikor közösen élőztünk, illetve a Ferenci Robin is ott volt, hogy 72 óra alatt meg lehet csinálni a rendszerváltást. Elfogadtam. És utána én beszéltem a Csabival, és ugye arra kért, hogy tartsanak itt benneteket, mert szivárodnak az emberek. Először letagadta, hogy szivárodnátok, hogy csak ételre, illetve ebédelni vagy uzsonnázni mennek el az emberek, aztán látta, hogy nem jönnek vissza az emberek, hanem fogyunk. Akkor szólaltam fel másodszor, akkor láttam, hogy megint megvagytok, jól vagytok, egybe vagyunk, ugyanaz a cél, motivál benneteket. Aztán jött már nem tudom, ki volt a főszólaló, és akkor megint több olyan ember odajött, akit életemben nem láttam, hogy csináljak már valamit, beszéljek a Csabival, mert el fognak menni az emberek, mert nem ezért jöttek. Nem zenét hallgatni jöttek, nem a dobra jöttek, nem az egységzenekarra. Nincsen gondom a Gáborékkal, félreértés ne essék, ismerem a Gábort is 10 éve. Nagyon jó az, amit csinál, hasznos is, amit csinál. Hát de zenéljünk akkor, ha megvan a rendszerváltás. Ne ezzel vonjuk el a figyelmet, és félreértés ne essék, azért mert én szerepelni akarok. És ugye egy nagyon nagy büszkeséggel töltött el az, hogy a Rebeka ismét velünk volt. És én büszke vagyok erre a kislányra. Egyetlen rendezvény volt az, ahol ő nem jelent meg, de ő mindig itt van velünk. Tolókocsiba, édesanyjával. És tényleg rettentő büszke vagyok rá. És ugye akkor a Csabival félrementünk, utána többen jeleztétek, hogy és nem csak közületek,
Mert most már vannak újak, akik akkor jelezték, hogy baj van, hisz ma félvettem őket. És még mindig vannak 340 ismerősnek jelöltek, és rögtön mondom az zárójelben, hogy én lepkés, kutyás, macskás, tehenes, ilyen-olyan képpel, én törlöm, meg se nézem. Tehát ha valaki ilyen képeket rak ki, köszönöm szépen, annyi lepkét, meg kutyát, meg macskát, meg tehenet láttam világ életemben, hogy nem tudom megkülönböztetni, ki kicsoda, úgyhogy ezt ki is törlöm, de a csoportból is. Tehát onnan is ment. És... és itt jön a csavar. A Csabival megegyeztük a forgatókönyvbe, még szombat reggel is. És ezért mondtam, hogy számomra hiteltelen ember. És még erre még mindig ki fogok mérni. Megbeszéltük a forgatókönyvet szombat reggel, hogyha úgy döntötök, hogy átmegyünk, és azt hozzátettem neki. Ha kollektíven úgy döntünk, hogy átmegyünk, akkor mi legyen az, amivel az embereket ott tartjuk. Nem adott rá kezet, de megígérte, hogy így lesz. Majd odajött Hefner Attila a mi beszélgetésünkben, és azt mondta, hogy ő nem rendszerváltásra hívta az embereket. És ott ugye hallottátok azt a beszélgetést, mert ez a színpad mellett volt, hogy ott már durván 100-150 ember körbevett bennünket, és nem én voltam az elégedetlen, hanem ti voltatok az elégedetlenek, akik ezt szóvá tettétek. És nagyon-nagyon sok rendszerváltó volt ott, és mindenki kapkodta a fejét, hogy akkor most mi is van itt, meg miért is jöttünk ide. És azt mondta az Attila, kapaszkodom, hogy az égiek nem adták áldást a rendszerváltásra. Na ez volt az a pont, ahol azt éreztem, hogy fölmegyek a színpadra, és magamra látom. De tartottam magam, mert úgy voltam, hogy a cél volt a lényeg, az ország volt a lényeg, meg ti voltatok a lényegek. Csabival fölmentünk a színpadra, és elmondtuk, hogy maradjatok ott 72 órát. Így álltunk ki. Ez volt az utolsó beszédem. És akkor a háttérből föl, és most megállok, és akkor elmondom az én privát véleményemet, és akkor folytatom. Mert ez ide tartozik. Tehát ez a harmadik beszédem után volt, amikor pont Csabi beszélt, de látni kellett, láthattátok, többen észrevettétek, hogy Csabival valami nem stimmelt a harmadik beszédnél. Nézzétek végül a harmadik beszédnek az élő videóját, kérlek, és nézzétek meg az arcát, a kézmozdulatait. Nézzétek meg! Én csak erre kérlek benneteket. Többen fölvettétek Csabi arcát, amikor én beszéltem. Többen. És én nagyon-nagyon ledöbbentem. És tudjátok, mint döbbentem le? Hogy gúnyt tűztek a rendszerváltásba. Kollektívan. Lehet beszélni itt Jézus Krisztusról, lehet beszélni a spirituális világról, jönnek ilyen balinkák, világkirálynőinek kinevetett ilarák, a világkormányzójának kinevezett borbélyok, és annyi bohóc a nemzeti cirkusz színpadán nincs egy évben, mint amelyet itt a tegnapi rendezvényen felsorakoztatott Bódis Csaba. Kettő. A spirituális ember, nézzétek meg egy Szecsei Miklóst, az egy tudó ember, aki tanít. Miklós nagyon jó ember. Érthetően beszél, néha lassan, altatóan, de érthetően beszél. És jött Dénes Magdolna, jött Kurabi Ági, még én a színpadon álltam, és üvöltöztek a színpadra, mármint nekem, üvöltöztek a színpadra. És Bódis Csaba megzavarodott, a Bódis apuka megzavarodott teljesen, tehát olyan volt, mintha a gonosz erők, akiket mi tiszteltünk volna, spirituálisokat, mert a Magdi is annak tartja magát, és nézzétek meg, milyen videókat ad le. Hát én nem adok le, aki nem tart, nem spirituális, én nem adok le olyan mocskolódó videókat,
ezek ott a színpadon elkezdték Bódis Csabát és engem mocskolni. Holott én Bódis Csaba kérésére jöttem el, mert úgy döntöttem, hogy félre kell tenni azt, hogy ő a szavát szegte többször, nyíltan és előttetek, mert a problémát kell megoldani, és a problémát a rendszerváltással letudjuk, és utána majd, hogyha van még személyes ellentét, azt tudjuk tisztelni. És ugye az első beszédem után jött a UCC, a másik idegbeteg társaság, akik beszéltek mindenről, csak éppen arról nem, hogy hogyan tudjuk a rendszerváltást lebonyolítani. Na most kérdezem én, 300, nem tudom mennyien vagyunk, mert nem látom sajnos, 301 néhányan vagyunk, 80, 85-en talán. Ti azt elhiszitek, 2012. december 22-én valakik elengedték a világ összes tartozását. Nem a magyarok tartozásáról beszélek, hanem a világ összes tartozását. Felszámolták a kormányokat, felszámolták a rendőrséget, felszámoltak mindent, ergo szabadon lehet rabolni. Ti ezt elhiszitek. Ezek jöttek ugye az első beszédem után. És utána én már nem értettem az egészet. Utána már én félreálltam, mert azt láttam, akármerre mentem, mindenki arról biztatott, hogy kitartunk, hogy itt maradunk. Egy fiatal házaspár Bajára hazament a kisgyerekért, Bajára, hogy ők visszajönnek, mert itt a helyük, mert így tudjuk megmenteni az országot, ha kitartunk az elveink mellett. Egy fiatal házaspár, életemben először láttam őket. A nővérek azzal biztattak, hogy tartsunk ki, meghirdetik az oltatlanok mellett, az oltatlan nővérek mellett, hogy felváltva tudjanak kijönni. Kialakult egy közös stratégia, minden ember egyet akart, és akkor még voltunk majd 2000 ember. Minden ember, akár merre mentem, mindenki azt mondta, hogy jó ez így, jó lesz így, itt kell maradni. És volt, aki hazaszólt Hajdúböszörménybe, volt egy 14 tagú társaság, akik hazaszóltak, hogy hozzanak utána ruhát, mert itt maradnak. Hajdúböszörményben. Volt egy másik 14 tagú társaság, aki most már újra úton van Budapestre, a Vajdahunyadvárához, akik nem azért jöttek el, hogy beszédeket halljanak, hanem rendszert akartak váltani. Többen láttátok, hogy közöttük volt három kamionos kollega. És ők azért jöttek el. És tudják, hogy tudták, hogy én mire hívom őket. És nem azt kapták. És akkor azt láttuk, és nem tudom, hogy mennyien maradtatok ott, mert akkor még ezeren voltunk, hogy miután Bódis Csabi beszélt ezekkel a spirituálisokkal, és láttam, hogy teljesen vége van az embernek, én akkor lehetett látni rajta, hogy már nem ura a saját magának, meg a saját gondolatainak se volt ura. Majd ott a színpadnál elkezdett a Borbéjjal beszélgetni, fölment a színpadra és azt mondta, hogy meglepetéssel készülünk, amit már kétszer mondtunk ki, és megvan a megoldás. És azt mindenki tudja, hogy Máté Tamás neve az azzal függ össze, hogy ő fedezte fel, hogy az alaptörvény közjogilag érvénytelen. Mert neki ráment erre az élete. Autót küldtünk érte Tolnába. 250 km oda, 250 km vissza, az 500 km. Este 7 órára Tamás, illetve a két hölgy, aki lement érte saját költségén autóval, megjelentek. Lebeszélték Csabával, hogy beszélni fog a Miklós előtt, a Szecsei Miklós előtt. Ha valamilyen megszakadtunk, elnézést kérek. Hívások sem volt. Szóval lebeszéltük, hogy Máté Tamás Szecsei Miklós előtt szót kap, és mindenkinek elmondja, hogy hogyan tudjuk ezt az egészet jogszerűen, erőszakmentesen lebonyolítani, és Csabi felszaladt a színpadra, elmondta, hogy megjön a megoldás, majd jött Gálfalvi Galik Béla, Borbély kormányzóval a jobbján vagy balján, és bejelentették a nemzetgyűlést, bejelentették, hogy nem maradunk itt testére, és bejelentették, hogy mindenki menjen haza.
ez volt az a pont, amikor azt mondtam, és ezt jól érzétek meg, ez volt az utolsó alkalom a békés rendszerváltásra, és még ezt is elszúrtuk. Tehát, és én ott álltam megszégyenülve, hogy kijöttünk rendszerváltást elkezdeni, elindítani, föltüzeltük háromszor az embereket, hogy jön Máté Tamás, hogy itt maradunk éjjelre, hogy itt maradunk 72 órát, lementek az élő videók, tudom, hogy jó páran elindultak föl Budapestre, hogy csatlakozzanak hozzánk, hisz rengeteg telefon jött, rengeteg üzenet. És egyszerűen ott álltam, szétraktam a kezemet, hogy most mi van? Hogy most? Az a hiteltelen ember, és meg ekkor is voltunk 1500-an, és jól jelzétek meg, az a hiteltelen ember 1500 embernek, 3000 embernek, és az egész országnak hazudott, és az egész országot balira vette. És akkor most, és jól jelzétek meg, amit mondom, keressétek meg a Bódisnak a videóját július 23-25 környékét, lapozzatok vissza. Elmondta, hogy kiáltványt akar beadni Orbánnak, és ha nem teljesíti, akkor lemondatja. Ez volt júliusban. Erről én lebeszéltem, hogy ha rendszerváltást csinálunk, akkor minek ők velük beszélgetni. Majd tegnap úgy beszélte meg, hogy ma a csoportvezetők összeülnek, és mindent megbeszélnek. Hát akkor kérdezzétek meg a többi csoportvezetőt, hogy leüljön-e velük. Kérdezzétek meg. És elment az az utolsó lehetőség, amikor békésen lehetett volna rendszert váltani. Elment, hogy az ilyen lakatos Mónikák valami petícióról beszélnek a Gurabi művésznővel együtt. Gurabi Ágiról sem tudtuk ám egy évvel ezelőtt, hogy kicsoda, de még fél évvel ezelőtt sem tudtuk, hogy kicsoda. Ezt hozzáteszem. És ezért vagyok én már ezektől az újaktól, hogy Heródot kapok. És akkor ma kinyilatkoztatja a Csabi, hogy ő több éve ezen dolgozik. Hát meg kellett nem kapaszkodni a saját hajamba. Hogy magamat lenne ráncsom a földre, hogy több éve ezen dolgozik. Amikor arról volt szó, hogy ő reggel főkelt, és ő tenni akart az országért. És ő csak egy hirtelen bejelentés. Szóval én nem bántam a Csabit. Én nem bántam. De az, amit leadott, az a rendszerváltás megcsúfolása volt. És akik kint voltak akkor este, amikor az élő videót közösen csináltuk, és nagyon sokan voltunk, emlékezzetek rá, az azt hiszem 14-én volt. De nem vagyok benne biztos vagy. Dehogy 14-én. Talán lehet, hogy 7-én. Már nem is emlékszek rá. Vagy 8-án, nem is emlékszem. És a dátum a lényeg. Vagy lehet, hogy éppen elsőjén. Nem tudom már mikor. Nem tudom. Megbeszéltük, mert tanácsot kért tőlem, hogy kik azok a felszólalók, akik a rendszerváltás mellett vannak. Megbeszéltük, hogy mit teszünk, kik azok a felszólalók, akik el tudják mondani jogilag is, el tudják mondani köznyelven is, hogy hogy lehet lefolytatni a rendszerváltás. És az, hogy én tegnap háromszor tüzeltelek föl benneteket, azért én elnézéskét. De az, és azért kikérem még a Szecsei Miklós nevében is, hogy Szecsei Miklóst főhasználni egy nemzetgyűléshez, Szecsei Miklós nevét főhasználni ahhoz, hogy belekezdjük a rendezvényt, több mint morbid. Úgy, hogy a rendszerváltását meghirdem. És elmondom akkor most az én privát véleményemet, 600 ezer forint a színpad per nap.
két napra a színpad, 20-ban, 650, akkor az 1 millió 3. Mert azt mondta volna Csabi, hogy holnap, hát vasárnap, nincsen színpad, hozzuk 6 darab raklapot, mindenki ott maradt volna. Csabit az apukája irányítja, Csabinak egy önálló gondolata nem volt. Csabinak az apukája több rendszerváltóval összeugrott szóba. Minősíthetetlenül beszélt, nem csak velem, hanem több rendszerváltóval is. Olyan rendszerváltókkal, és most figyeljetek, akik debreceniek, akik évek óta ismerik a Bódis családot. Minősíthetetlen hangnemben beszélt velük a tömegben. Minősíthetetlen hangnemben. És ezt tegnap este hallottuk vissza, miután mi eljöttünk. A döbbenet lett úrrá rajtam. Miután mobiltelefonokkal kellett világítani, miután mellett jelentve próbálom idézni szó szerint, aki ott volt akkor, és hallotta, hogy nem akarunk kifárasztani benneteket, menjetek nyugodtan haza, de megígérem, hogy holnap reggel, hogy holnapi nap folyamán az összes csoportvezetővel össze fogunk ülni. És egyszerűen ott álltunk körülbelül 50-en rendszerváltók is, és egyszerűen nem értettük, az embereknek az arcát láttuk, még tap se jött. Majd lejött Gálfalvi Gali Béla, oda mentem hozzá, és azt mondta, idézem, mert szóvá tettem neki, hogy te mit csináltatok. Mondani, tudjátok, hogy mit csináltatok? Berekeztettük a rendezvényt, és lezártuk a rendszerváltást. És ott hagytuk. Gálfalvi Gali Bélát is több mint 10 éve ismerem, 2006-ból ismerem. És ott hagytam. És mondtam, hogy... Tehát... Az, ami engem fölháborít. Rajtam kívül... Azt hiszem, 3 olyan előadó volt. 3. Akinek nem kellett papír. Aki tudta, hogy miért jön, tudta, hogy mit jelent a rendszerváltás. Nem csak kettő. Kettő. Egy férfi meg egy nő. A férfi Csecsei Miklósnak hívták, a nőt Pózsa Tamarának hívták. Aki elmondta, hogy mit jelent a rendszerváltás, nem arról beszélt, hogy már júliusban lemondattuk, meg átállítottuk a rendőrséget, a katonaságot. Nem arról beszélt, hogy az ilyen higgyünk a felettébb lévőbe, mint Ilara. Nem arról beszélt Borbé, hogy ő a világ kormányzója. Hanem elmondták érthetően, hogy mit kell csinálni. És így voltunk 3-an. Mert erre a Csabinak, erre a 3 emberre kellett volna koncentrálni. Erre a 3 ember. És már túl lennék az első 24 órán. És én egyszerűen nem értem, hogy kik irányították ezt az egészet, mi motiválta az embereket, a felszólalókat, hogy hülyét csináljanak belőletek, mert az, hogy ez nem rajtuk múlott, és nem rajtatok múlott, mert most volt tömeg, ez nem rajtuk múlott. És pont ez dühít. Mert ha nincs tömeg, akkor okés. De az, amikor ott a tömeg, amikor otthonról az élő videóban lévő üzenetek miatt elindulnak az emberek, mert van tömeg. Amikor meghirdettük a Csabival közösen, kiálltunk, hogy itt maradunk 72 órát, és levezényeljük a rendszerváltást, és még többen indulnak el.
néhány órával később belekezdtük a rendezvényt, hogy menjetek haza, mert drága a színpad. Ezt ki kellett volna mondani. Én tudom, hogy bolond, Kata, elnézést, most beleolvastam egy... Én tudom, hogy bolond, Borbé, tisztában vagyok vele. Meg se kellett volna hívni. A gyerekek, na és akkor most mindenki kapaszkodjon meg, mert nálam 385 néző van. De figyeljetek, mert most jön a durva. A rendőrök, csak hogy ugye beszéltünk arról az előző nap, hogy csapda. Emlékeztek rá? Emlékeztek? Elmondtam, hogy csapda. Egyetlen egy rendőrön nem volt azonosítószám. A rendőr autóhoz oda mentünk. A sofőrön volt egyedül azonosító név, azonosító név, szám nem volt, csak név. A színpadon, a színpad körül a sárga ruhások közül kettő privát ember volt, a többi rendőr. Na, most kezdjétek el vakarni a fejeteket, hogy hol is voltunk, hova is mentünk. Mondhatjátok azt, hogy Berta Attila megint hülyéket beszélt, ez a csapda volt. És tudjátok, kinek a csapdája volt ez? Ez arra volt jó, hogy megtudják, hogy mennyi olyan nemzeti érzelmű ember van, aki kimer állni a rendszerváltás eszméje mellett, kimer állni az idősek mellett, kimer állni a katonák mellett, kimer állni a nővérek mellett, kimer állni a gyerekek mellett, kimer állni a vakcinázás ellen. Ez erre volt jó. Ez egy... Nem tudom, hogy Csabi ezt tudatában volt-e annak, hogy ez a cél, vagy tudatlanul lett fölhasználva, és én nem fogok a Csabiról véleményt mondani, mert nem láttam bele a szervezésbe, és nem láttam abba se bele, hogy 20 ember áll mögötte, mert nem volt hajlandó elmondani. Nem láttam. De az, amit itt tegnapi nap folyamán láttunk, nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez volt a nemzeti nagy cirkusz. És én rettentően szégyellem magam azért, hogy ezért a nevemet adtam, mert ez ugyanígy végződött volna, ha Berta Attila nem megy föl háromszor a színpadra. És miután visszaértem a sátorhoz, Vajdahunyadvárhoz, és mindenkinek ajánlom a figyelmébe Bangó Attilát, kérdezzétek meg, hogy mennyien voltunk, és kérdezzétek meg tőle, hogy abból mennyi volt a rendszerváltó. És ez egy döbbenet szám. A döbbenet volt az, hogy minden ember ismeri egymást. Döbbenet volt. Mert hittünk egy eszmébe. És egyszerűen tudtuk, hogy véges az idő, mindenki bizott a 28-ában, ami nem volt probléma, és én nem is bántok érte senki. Óriási promóval ment a 28-a. Voltak buktató részletek, és nem figyeltünk rá. A buktató részlet, tudjátok mi volt? Az első, vagy a második, vagy az ötödik, vagy a századik, vagy az ötszázadik ebben az egész cirkuszban. Hogy Gödény, aki fölhívta színpadára Bódis Csabát. Gödény! Aki Bódis tartotta, mert egy karizmatikus embernek tartotta, és egy jóképű embernek, és halljuk be, Csabi egy jóképű srác, halljuk be, női ideál. Magának tartotta, hogy a szavazóbázisát kiépítse. Néhány nappal a rendezvény előtt letagadja, hogy ki ez az ember, hogy ő nem ismeri ezt az embert, ő nem ismerte ezt az embert. Ezernyi mutató volt, és nem figyeltünk rá, mert a Gödénynek a személyiségét ítéltük meg, ami tudjuk, hogy egy utálatos, de ettől függetlenül pont ezért is nem néztük meg a videóit. Aztán Tamasi doktor visszatáncol az utolsó néhány órában felszólalásra. Ez az orvosok a tisztánlátásért csoport, ez most szétesőben van, ezt hozzáteszem. Tamasi doktor visszatáncol. Bocs, doktor, azért nem tudott itt lenni, én tudom, mert dr. Horkovics Kovács Jánossal Erdélyben vannak. És tudom. És egyszerűen
És nem tudtuk átvenni a szót. Hát onnantól kezdve már nem volt, amit átvegyük. Onnantól kezdve már nem volt, amiről beszéljünk. Onnantól kezdve már egyszerűen nem tudtuk, mit tegyünk. És ne haragudjatok, hogy ez a helyzet, ez előfordulhat. Ez nem rajtatok és nem rajtam múlott. Nem azokon az embereken, nem azon a 3000 hazafin, nem azon a azon a tömegen múlott, akik ott voltak, vagy éppen elindultak. Most gondoljátok bele, hogy milyen érzés volt elindulni és küldeni a körüzenetet, hogy vége a rendezvénynek. És forduljatok vissza. Holott én hívtam őket. Rajtam kívül az élő videóban senki nem hívta az embereket. Én hívtam őket. És elmondtam nektek néhány héttel ezelőtt, vagy talán múlt heti videóban is, de rendszerváltókat akarják felszalámizni, mert ez a legnagyobb és legnemesebb eszme. És erre se figyeltük oda, és ez az én hibám is, mert nem figyeltem. Mert ezer felé nem tudok tekintetni. Mert ezer információt nem tudok megnézni. És gyakorlatilag elment egy olyan hajó, ami számunkra a békés jövőt hozhatta volna meg. A vasárnap van. Vasárnap este 20 óra 17-18. És holnap oltják a gyerekeinket. Csak mondjátok meg, hogy mi lesz velünk. És múlt héten elmondtam, hogy de az országban nem lesz 100 000 hazafi, aki megúszta oltás nélkül. És már hisztek nekem, hogy rá leszünk kényszerítve. Hát azok, akik idáig vérért kiabáltak, meg erőszakért kiabáltak, de az országban nincsenek 20. Mert a Ferenci Klubi is, hogyha meglátná magával szembe a karhatalmat gumibottal, meg gumilövedékkel, összefosná magát. Mert a Ferenci Klubi is a hatalom ember, akik leküldtek, hogy verjen szent minden rendezvényt. Akárcsak a többi nagy megmondó, igazmondó juhászt. És én utálok menekült. De azt hiszem, föl kell készülni a gerilla harcokra. Azt hiszem, hogy csak saját magunkra számíthat. Abba, hogy a gyerekeinket megvédjük. És láttam, beszéltem sajnos olyan édesanyával, nagymamával, miután kimondtam azt a szót, hogy hogy fizetik vissza a gyerekek a tandíjat, egy államnak finanszírozott főiskolában, egy egyetemen, akkor az anyuka megmutatta az e-mailt, amit kapott a Széchenyi Egyetem vagy Főiskola, pontosan nem tudom mi az, ki volt számítva tételes, hogyha nincsen védettségi igazolvány, akkor 2.170.000 forintot kell tudni visszafizetni. 2.170.000, és az anyukának van 93.000-es nettó, a nagymamának 44.500-as nyugdíja. Erre barjatok gombot, azt likaljátok. Tudjátok, lehet az én személyemet bírálni. Lehet. Nyugodtan. El lehet engem mocskolni. Lehet mondani, hogy a Bódista Csabival dugtam a erdőbe, mert volt egy ilyen élő videó is. Meg a 19 éves lányokat dugtam meg a sátorban. Parasztiasan kifejezve elnézést kérek mindenki. De akkor most már döntsük el, hogy buzi vagyok, vagy imádom a nőket, mert a kettő valahogy nem megy. Ezek a nagy megmondó emberek pont annyit értek el, hogy azt az egységet, amit mi fölépítettünk közösen 21-22 ezeren,
le tudták arra a szintre züllöszteni, ahol már a vakondok se kíváncsira. A vakondok se a mocskolódásra, a trágárságra, a gyűlöletre, az uszításra. Megint visszajutottuk egy olyan szintre, nem a mi oldalunkon, nem a mi oldalunkon, mert ezen az oldalon rend van. És ezért mind a 21-22 ezer tagra rettentő büszke vagyok. Rend van. Itt nem láttak mocskolódást egyikre vagy a másikra. Nézzétek meg, nézzétek végig a kommenteket. Sehol nincsen mocskolódás. Elnézést, még egy bazd meg sincsen. Szóval most azt kéne eldöntenünk, hogyan tovább. Mindenki vállalja, hogy a család, saját családját megvédje, vagy ez a 393 ember összeáll, mint a kovász, egymással megbeszélik, hogy mikor, hol találkozunk, és akkor elindítunk valamit, és azzal megpróbáljuk így 394-en, 98-an vagy 400-an begyújtani úgy az országot, hogy megmutatjuk, hogy mi nem megyünk haza. Nem most jön a pápa, most mindenki arra készül gőzelővel, mert most ez jön, most az jön. Jön az őszi idő, hajnalban hideggel, párával, és erről beszéltem folyamatosan, ez lesz, és bejött. Azt mondja, 14, 16, 18 nap múlva lezárják az országot. Újra. És kidobtuk azt a lehetőséget, amelyért évekig harcoltunk, és saját magunknak adtunk. Saját magunknak adtunk mattot. És akkor mi lesz? Én most mindenkit arra kérek, nemtől, kortól, mindenféle véleménytől független, azokkal az emberek vegyék fel egymással a kapcsolatot, akik itt kommentelnek. Mert én nem akarok, mindig derülátó vagyok, és nem borulátó. De azt is elmondtam, hogy csak együtt sikerülhet. És most mondok nektek valamit. Azzal kezdtük az élőt, hogy Antó Zoltán testvéréről megismerkedtem, megemlékeztem. De a halálhír ellenére Antó Zoltán bármikor hajlandó felutazni Budapestre. A rendszerváltást, nem csak magáért, hanem a testvéréért is, azt az eszmét kiálljon és szolgáljon. És ha most szóltunk Zolinak, abban a pillanatban elindul. Ezek gondolkodjatok el. Azon gondolkodjunk el, hogy Rebeka mindig itt van. Rokkankocsival. Merítsük az ő erejéből erőt. Nem kivégeztük bennünket. És nem fogom Bódis Csabit bántani. Nem fogom azokat az embereket bántani, akik ezt az egész eszmét Hilarástól, Gurabi Ágistól, Fóri Zseszterestől, Borbélyostól, Jusszízistől így legyalázták. De arra a három emberre, rajtam kívül arra két emberre, Pózsa Tamarára és Szecsei Miklósra mindenféleképpen számítok. Mert ők tudják, hogy mit hogyan kell, és mit miért kell, méghozzá papír nélkül. És nem tudom, hogy a Csabi mit miért csinál, vagy kimozgatja hátulról a szálakat,
ezzel a nemzettel augusztus 28-án Bódis Csabi egymaga el tudott bánni 3000 hazafiban. És hiába mondtuk, hogy maradjunk itt, hiába mondtuk többen, hogy itt kell maradni. A színpad bontására már csak 700 ember volt. Aztán 500, azt azok is hazament. Vagy marad az az út, amit suttogó hirdet, és még az is lehet békés. Vagy radikális megoldáshoz, ahol veszíthetünk, vagy a saját családjaink próbálja mindenki megmenteni, vagy beadjuk a telekokat és elvesztünk. Én örülnek neki, hogyha tét most egymással elkezdenek kommunikálni, hogy ki miben erős, ki miben gyenge, mert a gyengeséget bevallani sem szégyen, hanem erény. Ki mit tud hozzátenni? Tiktak, tiktak, megy az óra. És kivégeznek bennünket. Most gondolkodok egy olyan élőn, ami nyilvános lesz. Megpróbálom összeszedni azokat a gondolatokat, amiket ott is elmondtam a színpadon, hogy minden ember értse. Megpróbálok minden emberhez eljutni, nem csak tudatilag, hanem érzelmileg. És tudjátok, hogy én nem szoktam kérni, hogy osszátok a videót, de ha ki fogom írni, hogy egy nyílt oldalamon lesz, akkor most arra kérlek benneteket, most már előre, hogy azt osszátok meg, mert annak üzenetnek kell lenni, hogy nem szabad elkeserednünk. Mert ma annyi üzenetet kaptam, és nem tudtam válaszolni az embereknek, ahol mindenki azt kérdezi, hogy hogyan tovább. Ahol mindenki azt kérdezi, hogy Attila, jól beszéltél, de mi a megoldás? Ahol mindenki elmondta, hogy elsiklottuk a megoldás felett, és eltáncoltuk, átdoboltuk magunkat a következő napban, ahogy be lett rekesztve a rendezvény. És tudjátok, mi a szégyen? És mi kezdtek el gondolkodni? Bódis Csabának telep nem volt élő videója az oldalon. Bódis Csaba nem tudott azonosulni a saját rendezvényével. Bódis Csaba nem csinált élőt a saját oldalára. Na ez vajon miért van? És nem hívta fel az emberek figyelmét élő videóba, hogy ne jöjjön el senki, hisz néhány órával előtte el lett mondva, hogy itt maradunk. És ma körülbelül 150-200 ember keresett meg, hogy itt vannak a téren, hova menjenek. Nem ment ki, hogy elmegyünk haza. Tehát nem bántok én senkit se. Mindenkinek a lelkiismeretére bízom, hogy a józan paraszti eszére, hogy mivel hogy ott voltatok többen is, és meg ugyanazt tapasztaltátok, amit én. Tehát még nincs is az, hogy mellé beszélünk. És arra is megkérlek, hogy ne bántsátok senkit. Nem acskoljatok el senkit, mindegyikünk tudja a választ. De a Bangó Attila, aki kint van a sátornál, és aki a mai napig kint vannak a sátornál, Bangó Attilának a véleménye az volt, hogy 3000 emberből 2000 a rendszerváltás miatt jött el. Mi csoportunk miatt jött el, és ledöbbentő volt az, hogy mindenki ismerte a másikat. Ledöbbentő volt az, hogy mindenki ismeri a másikat. És akár merre néztük, rendszerváltókat láttunk. És ami a dolog pikantériája, hogy az ORFK ezredese kint volt civilben,
Magyar Honvédség aljászlődés a Kingburg civilben. Nem tudom, hányan láttátok őket. Rajtam kívül talán 5 ember vette észre, ahol tömeget vártam. Tömeget. És akkor azt mondjátok, hogy a rendőr, hogy a katona, az nem áll át. Szerintetek az ő nyakukon nincs a kés? Az ő családjának a nyakán nincs a kés? És ő mindig kételkedik. Ne nekem higgyetek. Tehát is elmondom, csak magatoknak. Ha magadban hiszel, akkor rendben vagy. Tudatilag, szellemileg. Ha elhiszed azt, hogy neked ez sikerülni fog, akkor hidd el, hogy sikerülni fog. Ha elhiszed azt, hogy nekünk is sikerülni fog, akkor sikerülni fog. Két ember, ha már megjelent civilben, családostul, nem egyedül, a VDFK ezredese, a kedves feleségével, a Magyar Honvédség ezredese, régen alezredes volt, most már ezredesé lépett, családjával, és két gyönyörű gyermekével jött el, civilben, és biztattak. Szerintetek azért biztattak? Szerintetek azért biztattak, hogy védelmezessenek bennünket? Szerintetek ők azért jöttek ki meghallgatni bennünket, hogy félrevezessenek, hogy kinevessenek bennünket? Nem. Mert ha rosszat feltételezel az emberekről, és nincs meg a bizalom, akkor te saját magadba sem bízol. És ha saját magadban nem bízol, akkor neked sehova nem kell menni. Mert akkor pessimista. Én viszont tudok optimista vagyok. Mert én elmegyek szartlapátolni is, ha arról van szó, ha a megélhetésem azon múlik, szar legyen elég, lapát meg tisztesség is. Eldolgozom. Higgyétek el, hogy eldolgozom. A Rózsának üzenem, én még bírom. Bár fáradok, hozzáteszem. A 4 hét itthonlét alatt 10 kilót fogytam. Alig vártam vissza, hogy jöjjek dolgozni. Komolyan mondom. Már hiányzott. Darástészta után. Már vágytam a Wiener Schnitzelre. Na mindegy. Na ez volt a vicc része. Szóval... higgyétek el, hogy van remény. Én még nem vagyok elkeseredve. Én még nem. Ki se legyetek azok. Még néhány napunk van, meg kapjuk össze magunkat. Kössük fel ezt a bizonyos gatyát, akinek nem inge, ne vegye magára. És ami még ledöbbentett, na most kapaszkodjatok meg, ehhez még el kell mondanom. Várjatok, valami meg kéne kapaszkodnom. Hogy éjjel a hőbölgők, akik a Bódis Csabinak behőbölögtek, meg a Bertalan Attilának behőbölögtek, élő egyenes adásban, a harmadik felszólaláskor, a magukat spirituális vezetőknek tartó senkik elmentek a Pilisbe imádkozni. Az segít. Én azt elhiszem, és azt már mondtam nektek, hogy Isten nélkül nem fog menni. Azt elmondtam, hogy nem fog sikerülni. De könyörgöm. Azért tényleg elkezdtük valamit. Mindenféle ima nélkül, mindenféle spirituális vezető nélkül kimentünk magunkért, gyermekeinkért, a hazáért, a Népligetbe, akkor nem mondjátok nekem azt, hogy az ima segít, mert akkor már 32 éve rend lenne. Akkor nem jutottunk volna idáig. És elmondtam mindenkinek, nem arról kell beszélni, hogy apostoli magyar királyság, meg ilyen királyság, meg köztársaság, hanem addig el kell jutni. De addig, amíg erről beszélünk, pont a tettek maradnak el.
és senki se kíváncsi magát világkormányzójának kikiáltott Borbéra, meg világkirálynő kikiáltott Ilarára. Bocs, én nem szavaztam meg őket. Ti tudtok róluk valamit? Bolondok. És ilyenekkel vagyunk körbevéve. És ezek beszéltek tegnap. Meg a 2012. december 25-én a világ összes adósságát eltüntették. Hát, kik, azt nem tudjuk, de eltüntették. Van róla valami UCC, OPPT, valami van, de hogy ki írta le, ki ratifikálta, ki fogadta el, azt nem tudjuk, de van. Na. Ámen. Ezzel zárodott tegnap. Ámen. Pilisben. Cirkusz és kenyér kell a népnek, ezt ne felejtsétek. Hát talán mindent meg a cirkuszt is. A kenyeret is. Hát ezekkel a gondolatokkal búcsúzok tőletek, mert most már túlmentünk egy órán. És ha jól tudom, Fazekas Tamás is élőzik. És nem akarok ráillőzni, mert tudom, hogy tisztelem annyira, hogy elfogadom az ő műsorát is, és meg is fogom nézni. Én köszönöm, hogy velem voltatok. Én mindenki előtt megemelem a kalapot, aki ma a kudarc ellenére is engem választott. Mindenkinek egy nagy köszönet, aki tegnap kijött, és megértette, hogy első az ország, még akkor is, ha tudtuk, hogy mire megyünk ki. Félreraktuk a sérelmeket. És valaki megkérdezte. Valakivel beszéltem, és erre visszatérek most gyorsan egy mondat erejéig. Mit szól a Polár Sándorhoz? Nem találtam szavakat. Akinek megvan az élő videója, az olvasson a sorok között. Hirdetek valamit, de nem adok semmit. De még a reményt se. Még a reményt se, csak beszélek valamit. De nem bántom a Sanyit sem. Én nem bántom. Én már nem mondok senkiről semmit. Se jót, se rosszat. Én a következő napokban csak arra fogok figyelni, csak arra fogok koncentrálni, hogy minden emberhez eljusson a videó, minden ember megértse. Azt hiszem, a Gáborék most bejelentettek egy új helyszínt, pontosan nem tudom, azt hiszem a... Mert ugye el kell mennünk a pápa miatt a Városligetből is. Azt hiszem, hogy a Petőfi híd, Margit híd, Budai híd fője lesz. Tehát megint van bejelentett helyünk, ahol megint nem spontán tüntetés van, hanem engedély van. És holnap egyeztetek Gáborral, hogy azt hiszem kedden kell átmenni. Meg kell hirdetnünk, hogy minél több ember ott legyen, mert az ráadásul egy központi hely is. Vegyük kezünkbe a sorsunkat velük. Az ilyenek miatt. Nekünk már jövőnk se lesz. Köszönöm, hogy velem voltatok. Aki még vacsorázni fog, annak jó étvágyat kívánok. Új hét. Aztán szerdától egy új hónap. Estét, szép álmokat, nyugodalmas jó éjszakát, és továbbra is jó egészséget, erőt, hitet, szeretetet és kitartást nektek.